A Kossuth Díjas zenész Rácz Aladár előbb tudott cimbalmozni, mint kottát olvasni. Ő volt az, aki megreformálta nem csak a cimbalmozást, de magát, a hangszert is. A cimbalom művészről Gerencsérné Szeverényi Ilona, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem billentyűs és akkordikus hangszerek tanszékének művésztanárát hallják. Az apa muzsikus volt, brácsás, az édesanyja parasztlány, tehát mindenfajta előélet nélkül képezte saját magát, amikor bandában játszott és felkerülhetett Budapestre, mert égett a vágytól, hogy kávéházi zenészként több pénzt teremtsen, hiszen 14 gyermek volt akkor még a családban, és megélhetési gondokkal küzdöttek, így ő volt a legfőbb kereső az apán kívül. Rácz Aladár felfedezte, hogy cimbalmon remekül megszólaltathatóak olyan klasszikus szerzők művei, mint Bach, Scarlatti vagy Kuprán. Olyan pedálszerkezetet talált ki, amelynek révén a hangzatok, a funkciók egymástól elválaszthatóvá váltak. Nem tetszett eléggé a hangzás, ezért megpróbált vékonyabb húrokat feltenni a cimbalomra, is rájött, hogy ez sokkal szebben szól. Készített olyan fajta verőt, amely által ő jobban ki tudta fejezni azt a hangzásképet, amit ő megálmodott. Valódi koncerthangszerré nemesítette a cimbalmot. Rácz Aladár a klasszikus zenén kívül kortárs darabokat is játszott, gyakran improvizált. Nem véletlenül emlegették a cimbalom Liszt Ferenceként. Abban volt óriási Rácz Aladár, hogy úgy adta elő ezeknek a szerzőknek a darabjait, Bachtól sorolhatnám Scarlattin keresztül, mintha ő maga írta volna, tehát nem a metrikus betanítás papírformája szerint, hanem a maga belső intuitív tehetsége által, ami nem tanítható. Tanította Nemzeti Zenedében és a Zeneművészeti Főiskolán. Tervezte, hogy létrehoz egy saját cimbalomiskolát, de ezt már nem élte meg. Az érdemes és kiváló művész 1958-ban hunyt el.